Hát köszöntök mindenkit ismét, mert látom, hogy most már új arcok is jöttek a terembe. Gondolom mindenki jól lakott otthon, és most akkor meghallgatjuk Sipos doktort, hogy mit beszél a Pecsétyi Azonbáról. Na, meg az összes többi növényről. Így már be is mutattam, dr. Sipos Tibor orvos természetgyógyász most a vendégünk, és Tibor, te már minden egyes rendezvényünkön szinte itt voltál, egyet kivéve. És máskor is beszéltél nekünk a gombáról, de most nem csak a gombáról fogunk beszélni. Neked nagyon sok tapasztalatod van, miután a hozzád forduló problémával küszködő embereket ilyen természetes úton segíted a saját harmóniájuk visszanyeréséhez. Mondj nekünk erről valamit. Itt Magyarországon, mint alföldi füvesember, én adtam neki ezt a címet, de azt mondta, hogy elfogadja. Mit tudunk tenni az egészségünkért? Nem volt más választásom egyébként, mert már nyomdába volt adva. Nem igaz ez? De igaz, és akkor most ilyen új címmel fogok itt büszkéked, mint alföldi drug dealer, és akkor a füves jointokat majd kint átadjuk. Megtisztelő, hogy egyáltalán ilyen titulust kaphatok, bár a névhez nem méltóan az idén egyszer vagy kétszer, ha voltam a szeretett növények között odakint a vad természet lágyölén. Úgyhogy ennél jóval többre lenne szükség. A növények nagyon jók, a növényekben rengeteg hatóanyag van, viszont az elmúlt időszakokban, vagy elmúlt években azt lehetett észrevenni, hogy a betegségek mintha lassabban csillapodnának, lassabban fordulnának vissza úgymond egészség irányába. Valamikor, amikor kezdtük a daganatos betegeknek az alternatív kezelését, kb. Két évtizeddel ezelőttről van nekem emléképem, akkor egy a másfél év elég volt. Hát ma kettő sem, inkább a három fele lehet számítani, hogy addigra lehet teljes mértékben kitisztítani a testet, és aztán utána ezt még fent is kell tudni tartani. Ezt a, hogy miért van így, a professzor úr előadásában teljesen világos, kristálytiszta képet nyújtva lehetett látni. És akkor ilyen szempontból egy hiányérzet is keletkezett én bennem, hogy oké, rendben vannak a füvek, a növények, meg a kaja, meg a minden, de mi van még, ami esetleg tudna segíteni? Először megláttam a hirdetéseket, hogy gomba, akkor úgy nem éreztem semmi nemű, mondjuk így belső bizsergést, hogy rátaláltam volna valamire, mert az a kép élt bennem, hogy gyerekkoromban, amikor édesapám hazahozott egy szatyorgombát, akkor ez egy rendes kalandtúra volt nekünk, mert édesapámnak 13-17 dioptriás szemüvege volt, közellátása, tehát igen, közelről tudta fölismerni, ha egyáltalán sikerült, de a gombát az teljesen biztonsággal végül is, legalábbis a szegfűt meg a csipérkét azt ki tudta válogatni, de ezért, vagy ennek ellenére mégis egy ilyen kalandtúra jellege volt, és így kialakult bennem egy ilyen, na gomba, aztán nem. Ezt persze megfejeltem azzal, hogy egyszer hazavittem én is így főbuzdul, hogy a latyai örökség alapján biztosan felismerem a szegfűgombát, akkor még szemüvegem nem volt, és addig unszoltak a nejemék, hogy csak vigyem már el meghatároztatni, mert hogy csak elvittem, mert hát a férfi létnek a hosszúságát befolyásolja, hogy engede a női létnek a vágyainak, meg az akaratának. Lényeg az, hogy elvittem, és az két halucinogén gomba keveredett bele, és akkor itt azt mondtam, hogy jó, teljesen igaza volt a páromnak, és itt befejeztük a gombát. Gomba hirdetés így oldalra került. De aztán fölhívott a Gyöngyösi Sándor biogazda egyszer csak, hogy ő szeretné, hogyha a gombáját megismerném, és most a Pecsétyi az gombáról van szó, amit ő kitalált, hogy hogy lehet szaporítani, termeszteni, stb. És hogy segítsek ennek a gyógyászati vonalában. Én mondom, jó, oké, rendben van Sándor, semmi gond nincs, de hagyd nézzem meg akkor, hogy mi is ez a gomba. És elmentem hozzá,
és csodát láttam. Szárazföldön, mintha korall mezőbe jártam volna, csodálatos energiája volt ezeknek a gombáknak. És azt hagyján, de egy olyan embert ismertem meg, aki nem a problémát elkenni szeretné, saját belkén belül sem, hanem éppenséggel megoldani. Úgyhogy a dolognak az lett a vége. Persze azt tudni kell rólam, hogy beszélni azt azért elég hosszan. Szóval én Stinit kikértem ide, de még nem engedtem szóhoz jutni, de mindjárt azt is meg fogunk tenni. Hát nem is engem kell, hogy fogok. A lényeg az, hogy több óra hosszás beszélgetés lett ebből, és ez a mai napig is így van, hogy nagyon, nagyon jó és gyümölcsöző beszélgetéseket tudunk egymással lefolytatni. Viszont rájöttem az ő segítségével, vagy hát a gombájának a segítségével, hogy bizony ez egy olyan területe a fitoterápiának, amit nagyon-nagyon elhanyagoltunk. Nem kell távol-keletre elmennünk feltétlenül, nem kell, és az Ilona itt bólogat, mert ő tudja, hogy Erdélyi országban bizony a gombát máshogy használják, mint nálunk, és nem merül ki a csiperke laska a Szent Kettősségben, bár megjegyzem, hogy a laska nagyon sok C-vitamint is tartalmaz, és ha nem főzünk agyon, akkor bizony jelentős C-vitamin bevitele is lehet, ha jól megrágtuk, mert épp a fogazatunk képessége. Tehát nagyon jók a kis hazánkban, vagy a tágabb, nagyobb hazában található gombafajták rendszeres fogyasztása is. Most levegőt vettem, és várom, hogy Tibi kérdezzen. És akkor, ha már ez így van, azt én kérdezem tőled, de lehet, hogy nem tudod, hogy most miért változott ilyen sokat ez alatt, a pár év alatt ez a méregtelenítési történet, hogy... Tehát, hogy nehezebben gyógyulnak a betegek, vagy miért van ez? Azért, mert a felzaklatott életben és ebben a úgymond fogyasztói társadalomban egész egyszerűen túl mérgezzük saját magunkat. És arra meg nem hagyunk időt, hogy amennyi meg éppen bekerül, azt el tudja távolítani a test. Ennyire egyszerű ennek a problémának a felvázolása. Itt van most a bőti időszak például, tessék betervezni tisztító időszakot, senki nem fog éhen halni, egészen biztos vagyok benne. Ha széjjel nézek magamat is beleértve, azért valamennyi tartalék, energiája mindenkinek van, legfeljebb ez lesz egy picikét kevesebb, és amennyiben ezt rendszeresen megtesszük, és a kettő tisztító között, a tavaszi meg az őszi tisztító időszak között és megfelelően alakítjuk az életvitelünket, akkor nem lesz betegség. De nem így csináljuk. Az egyetem alatt is jártam én egészségnevelő előadásokra, és nézve az egészségügyi mutatóinkat, vagy egészségi állapotot mutató statisztikai adatokat, meg kell vonni azt a következtetést, hogy bizony nem sokat léptünk előre, dacára annak, hogy sokkal több lehetőségünk van ma már. Összesen csak ennyi az oka neki, és a gombák egyébként ebbe úgy tudnak bejönni, hogy a gyógynövények a nap által vezérelt növények, még akkor is, hogyha gyökerét használjuk. Tehát a napnak az energiáját alakítják át, többek között gyógyító hatóanyagokká, a gomba viszont nem. A gomba nem a napnak az energiáját, hanem ő a rothadó, korhadó anyagokon érdegél. Sötét világos az ilyen szempontból majd, hogy nem mindegy. Kicsit ilyen alvilági körülmények között. És az, ami miatt egyszerűen ki tudja már egészíteni a fitoterápiát, és egyre inkább ki tudja egészíteni, az pontosan ez a körülmény. Tudni, hogy ezek a toxinok, salakanyagok, vagy mérgek, bárhogy is hívjuk őket, vagy savaknak, ezek sejten belül döngetik a negatív hatásukat. Sejten belül, napvilágtól legelzártabb helyen, így szimbolikusan a gombáknak, hasonló életkörülmények között növő gombáknak a gyógyító anyagai kifejezetten jók. De ez nem tudományosan, ezek így szimbolikusan felvetődő dolgok, ami miatt én nagyon örülök, hogy rátaláltam. Természetesen ezen túl még el lehet mondani róluk azokat a úgymond tapasztalatokon, illetve tudományos vizsgálatokon keresztül szerzett ismereteket is, amiket a nettől kezdve bármilyen más fórumon is egyébként lehet olvasni.
És a te tapasztalatod, ha már a tapasztalatról van szó, hogy a betegek esetében hogyan segít a gomba? Hát attól függ, milyen gombáról beszélünk nyilván, mert mondjuk hát egy vargánya gombának a rendszeres fogyasztása az ízületi betegségekben nagyon-nagyon jó, tehát az ízületeknek a tisztítását segíti a vargánya. A pöfetek gomba, vagy éppen a jódásfüle gomba, az pedig az ereknek a tisztán tartása, a vérnek a megfelelő hígon tartása, tehát hogy jó legyen a vérkeringés és a szívet támogató hatása van. Bárki bármikor bemegy egy kínai étterembe, de ha netántán még kínai ember által főzött vacsorákon tudna részt venni, akkor azt fogja látni, hogy a kínai fafül gomba az mindig ott van az asztaluknál. A jódásfüle gombánk az ugyanaz, csak egy picit más fajban, mint a kínai fafül gomba. Ennek szív- és érrendszer védő hatása van, ezek a bolond kínaiak pedig már idézőjelben bolondok, mert hozzánk képest kíván ilyen értelmet biztos, hogy nem bolondok, állandóan ezt teszik. Ezzel azt mondod, hogy mi is ehetnénk állandóan? Hogyne. Ráadásul a jódásfüle gombát azt nem egy olyan bonyolult fölismerni se. Tudom, én nem vagyok hiteles ebbe a körbe lévé, hogy halucinogén gombát vittem haza, de az anyósommal letettem meg legelőször. Vóna, mert egy jó ember mindig a legalkalmasabb személyen kísérletezik, hát egy anyós erre, bár én neki jó viszony van a anyósommal, tehát biztosan, hogy biztos alapon történik ez. Az a gomba, ami kapcsán most végül is ide kerültem, ez a pecsétviasz gomba, Ganoderma lucidum, aminek egyébként van Magyarországon is felelhető variáció, szintén hasonlóan a fafülgombához, csak ez nem egy lucidum, hanem egy aplanátumnak nevezett másik faj, és hasonlóan jó gyógyhatása van, mint a kínai kollégájának, csak hát virágkötészetre használtunk mi bolgák el, és gyakorlatilag alig lehet találni. A legfontosabb hatása, a legkorábban érezhető hatása a tapasztalatom szerint az az, hogy kiegyensúlyozza a szervezetnek a belső szabályozását. Magyarul a serkentő meg a gátló idegrendszeri és a hormonális működések minthogyha ilyen kiegyensúlyozottabbák válnak, és ezt úgy fogjuk észrevenni, hogy kevésbé lesz fáradékony a test. Lehet is nézni, hogy ez a kis táncoló figura, ez nem más, mint a Ganoderma lucidum gombának a kiegyensúlyozó szimbóluma, a férfi, a serkentő, de persze a női nem gátló, hanem éppenséggel a marhaság elől visszafogó hatásnak lehetne titulálni. Tehát ennek a szimbóluma teljesen olyan, mint amikor keringőzünk, úgy tessék elképzelni. Ott nem lehet olyan, hogy a pasi előrébb siet a lépéssel, akkor már lálik a lánynak a lábára, vagy a lány nem lép kellő időben át, hanem akkor szintén ugyanez fog történni. Tehát az egész életünk egy ilyen keringő tulajdonképpen, és ebbe segít a pecsétviasz gomba, hogy így tudjuk az életünket praktikusan táncolni, de nem helyettesíti azokat az egyéb életvitelben szükséges dolgokat, mint például a pihenés. Ez a kiegyensúlyozó hatással segít abban például, hogy az alvás is jobb lesz, magyarul, aki nem tudott aludni, ő is jobban fog tudni aludni gombaszedés mellett. De egyébként, hogyha azért nem tudok aludni, mert éjszakázok, most egyébként oda megyek majd ügyelni, az éjszakai ügyeletnek a fáradalmait azt alvással lehetne és éjszaka bepótolni, a ganoderma erre sem jó. Nagyon jó emésztést javító hatású a központi, ilyen értelmű szervünket, a májunkat támogatja nagyon jól a ganoderma gomba. Többek között a májnak a regenerációs készségét is nagyon jól, képességét is nagyon jól javítja. Messzebbről tudja visszafordítani a májsejteknek a károsodását, mint például a sokat használt és kiváló tulajdonságokkal rendelkező mária tövis mag, tehát ennél intenzívebb és erősebb hatású. Segíti az epének a szabadabb elfolyását, és hogy akkor ürüljön epe, amikor éppen szükség van, és fölöslegesen ne izgassa a belet.
És ami még nagyon fontos, hogy segít abban, hogy székrekedés kevésbé alakuljon ki. Tehát maga az emésztést javító hatás is segít abban, hogy a bél jobban működjön. A gyulladáscsökkentő hatása ezeket a krónikus lappangó gyulladásokat segít egy picit féken tartani, illetve a bélben levő irritáló salakanyagokat, amit nemes egyszerűséggel csak kakinak mondunk, hogy ezek idővel eltávozzanak, ebben is tud segíteni. Mindenki azt veszi észre gombafogyasztóként, hogy lazább, puhább, könnyedebb, tisztább érzés, és akkor a, hogy is mondtad, Krisztián, hogy a Bud Spencer mondta, hogy a WC-n lehet önmaga, hát önmaga lehet, kiüríti a nem odavaló dolgokat. Akkor ezek szerint ez tulajdonképpen mindannyiunknak jó lehet ez a gomba, tehát nem kell ahhoz komolyabb egészségi károsodás állapotában lenni, csúnyán fogalmazva. Tehát, hogyha én nem érzek különösebb problémát, akkor is elkezdhetnék gombát szedni. Már nem enni ebédre, hanem... Igen, mert nem ehető, bár olvastam a Csend doktor könyvébe a ganodermás levest is, de maga a ganoderma nem ehető. Nem ehető. Olyan értelemben nem ehető, hogy nem tudom, főzés technikai úgy elkészíteni, hogy maga a gombát elrágja, ez egy fászáró, kemény gombáról van szó, de egyébként nyilván, ha megeszem, mint gyógyászat, akkor csak ehető lehet. Na most egészség megőrző célzattal úgy érdemes használni, de nem csak a gombát, hanem bármit, tehát ha bármit, akkor ezen belül a gombát is, hogy azokban az időszakokban, amikor intenzívebbé teszem a kivezető utakat, magyarul böjtölök, tisztítókúrázok, de nem fogyókúrázok, mert az nem jó, tehát amikor megvan a terve és az oka is ennek, meg a mennyisége, tehát az időtartama is, hogy ezekben az időszakokban mindenféleképpen célszerű. Annak a fogyasztását nem tudom pártolni, hogyha azért fogyasztunk bármit, hogy elfedjünk vele egészségtelen életviteli dolgokat. Tehát az nem helyes. Lehet fogyasztani, és addig, amíg úgy nem alakul a belső tudatosság, vagy éppenséggel a külső lehetőség az illetőnek, hogy most már neki tud kezdeni, átmenetileg természetesen jó, többek között a gomba fogyasztása is. Egyébként Kínában ilyen életfiatalító elixírnek tartják a pecsétviasz gombát, és valamikor a császárok igencsak tudtak ölni ennek a más által birtoklásáért is. Ez a megfiatalító hatás egyébként úgy is megnyilvánul, hogy ahogy Déri János mondta, az interpersonális szituációban történő habituálódás nemes egyszerűséggel a szexuális funkció is javul. Hát ezt nagyon szépen fogalmaztad. Ezt nagyon jól elmondtad. Oké. Én benne vagyok, de akkor ezt nem egyfolytában nem hát én most sokan vagyunk, bár pont a fontos Zsolt nincs itt, úgyhogy mi meg tudunk hallgatni tényleg nyilvánvalóan. Hogy kúraszerűen kell ezt akkor használni? Tehát egészségmegőrző célzattal folyamatosan lehet. De most azt mondod, hogy ha én elkezdenék most méregtelenítő kúrába kezdeni, mondjuk most hazamegyek és elkezdem, akkor közben jót tenne, ha... Tekintve, hogy ha májunk bírja a strapát, akkor bárhonnan meg lehet szinte gyógyulni. Mindegy, hogy a statisztikák mit mondanak. Ennél fogva a máj az mindig kulcskérdés ebben, hogy meddig nyújtózkodhatunk méregtelenítés szempontjából, milyen intenzívé tesszük a méregtelenítést, az mindig a máj működésétől függ, vagy máj energiájától más néven. Ha nem tudjuk garantálni azt, hogy holnap után is jól fog tudni működni valakinek a mája, akkor azt gondolom, hogy célszerű. Én nem tudom meggarantálni senkinek sem, ezért használok úgymond ilyen segédanyagokat, hogy a máj működését, illetve a megújuló regenerációt javító képességét támogassuk. Mint mondtam, a gyógynövény máj támogató, máj működést javító, máj regenerációt javító anyagokhoz képest a ganodermának az ilyetén hatása intenzívebb, erősebb. Ezért a mostanság folytatott munkásságomban a ganoderma hangsúlya nagyobb ma már,
a májnak a védelme terén, mint a gyógynövény hatóanyagok, bár azért ez csak hangsúlyi eltolódás, mert mind a kettőt használom természetesen. Úgyhogy aki nekem az a pervers gondolata támad, hogy most itt az őszön advent előtti nagyböjtű időszakot böjttel fogja tölteni, vagy tisztítókúrával, igenis, hogy jól teszi, hogyha máját védi. Mert hogy anélkül nincsen életünk. Jó, és milyen egyéb dolgot szeretné még nekünk elmondani, ami nem pecsételi az gombást? Információ? És a pecsételi az gombást akar? Akkor azt mond. Jó, annyit akartam csak még elmondani, hogy a gyógynövényeknek a szárításánál, vagy előkészít feldolgozásánál nagyon-nagyon fontos annak a módszere. Annak kíméletes volta. Az ipari mértékű növényi feldolgozás magas hőmérsékletű szárítást és gyors, minél hamarabbi ledarálás, aprításon alapszik. Ezt úgy lehet látni, hogy ha citromfű teát vesz valaki a boltba, akkor nem biztos, hogy citrom illatot fog kapni. Ha a kertjében egyébként dudva gazként szaporodó, kiírthatatlan citromfűből nyári időszakban vesz leveleket, tegyük föl teát, főz belőle, vagy netántán gurman módjára a limonádéját megízesíti vele, akkor azt fogja tapasztalni, hogy citrom illata van. Na ugyanez a gombáknál is igaz, hogy azon vannak olyan hatóanyagcsoportok, elsősorban az immunrendszert és az anti, tehát daganat ellenes hatást kifejtő hatóanyagok, azok ilyen cukortermészetűek, és ők a legsérülékenyebbek a hőre. Tehát olyat kell azért keresni, akinek ez kifejezetten fontos, én ugyan fontosnak érzem névén, hogy daganatosokkal foglalkozok elsősorban, hogy kíméletes módon 60, ha lehet, akkor 60 fok alatti szárítás legyen, illetve darálásnál sem menjen föl a hője az őrleménynek, és ennél fogva erre oda kell figyelni. Tessék megkérdezni bárhol vásárolnak, hogy és ezt hogyan szárították. Gyógynövényeket legjobban szárítani egyébként, és akkor most elszakadtunk a gombától, gyógynövényeket legjobban szárítani városi embernek a gépkocsijában lehet. Sokat szidjuk, hogy Tunya városi, meg kocsival jártál, tessék nyugodtan betenni a gyógynövényt a kocsiba, álljon napra, és az nem fog 60 fok fölé fölmenni, nagyon ízletes, zamatos és viszonylag gyorsan elkészülő gyógynövényt fog kapni, és aztán morzsolgathatja a világnak, hogy az állaga is megfelelő. Ez nagyon jó ötlet, mert mi kertünkben is vannak ilyen szárítani való dolgok, csak most már a nap nem süt annyira, úgyhogy most már ez nem működik. Azt mondtam, hogy nyáron. Hm? Na jó, akkor majd jövő nyáron. Legyen. Hát köszönöm. Lejárt az idő. De megkérdezem, hogy szeretne valaki valamit kérdezni? Igen? Meg lehet nézni kint, hogy hogy néz egyébként. Lakostapló a hivatalos magyar neve. Ez akkor, amikor élő állapotban van, akkor egy kicsit ilyen viaszréteggel bevont, nagyon kicsit, pontosan egy kicsit csillogó felületű, kellemes, szivacsos tapintatú gombaféle, és a nevét ezekről a külsődleges tulajdonságok kapta. A lucidum fajta az a sötét barnától a fehérig többféle egy gombán ilyen szín sávokat lehet látni, és ezért volt olyan érzés, amikor bementem a telepre, hogy ilyen korall mezőben, mintha sétálnék, nagyon szép volt, és mondom, jó energiája volt még, ez egy plusz fontos információ volt nekem legalábbis. Még valaki? Igen? A rövid válasz az az, hogy amire éppen szükség van. A hosszabb válasz az, hogy van leggyakrabban tea formájában, ez igaz, pontosabban tea keverék formátumban, de bőrön, tehát felületes bőr alatt közvetlenül, vagy nem messze helyezkedő területeken, ott gyógynövény pakolásokat is lehet készíteni.
kiváló vívőanyag erre, vagy fölvevőanyag az agyag. A sárga föld majd meggyógyítja, az nem biztos, hogy arra vonatkozik, hogy majd a 2 méter x 1 méteres parcella végső nyughely, hanem az agyag is lehet mindez. Kiváló cserszavtartalmú egyéb növényi örlemények, mint vívőanyag, ezek is nagyon jók. Erdélyben én töltyfa mak lisztet tanultam mindenre, és akkor abba belekevert gyógynövényi örleményeket. Ezt kávédarálom simán otthon. Már töltymakot azt nem, tehát azt nem fogják ledarálni kávédarálom, de az egyéb növényeket az simán le lehet. Így lehet inhaláltatni, és gőzöket a tüdőben is a központi idegrendszerre hatóakat, lehet fürdőkúrát csinálni gyógynövényekkel, annak különféle formátumait, lehet beöntést adni gyógynövényekkel, bár az azzal is, meg anélkül is elég izgalmas játék, lehet hüvelyöblítést csinálni gyógynövényekkel. Egy érdekes felhasználás volt a minap, herpes vírusfertőzés Nagyajkak vidékén. Ez nem nagy pofájú emberre vonatkozik, hanem egy hölgy fordult ilyen problémával. Én bátortalan, meg nem teljesen tapasztalt férfi léttel így, hogy mondjam, de ez bent is a hüvelyben is volt, és én azt mondtam, hogy hát ilyen irigálás talán, tehát gombával főzöm teát, és akkor pontosan áztatással érjen teját, hasonlóan, mint a fagyony vagy a csipkebogy esetében, és akkor irigáljon. És akkor főhív néhány nap múlva örömmel lelkendezve, hogy isteni volt a gomba, teljesen jó volt, nem ég, nem viszket, nem tette rajzé, de hibát elkövetett. Mondom, mi a hiba? Hát, ha nem ég, nem viszket, megszűntek van az, akkor mi lehet a hiba egyáltalán? És akkor mondja, hogy hát ő úgy csinálta, hogy nem a porból készítette át, hanem vett kenőcsöt, ganodermás kenőcsöt, belemártott a tampont, és akkor így felhelyezte. Tehát akár így is. Az a lényeg, hogy jusson oda. Pontosabban nyilván egy ilyen savas, marós, nem tudom mit, azt ne helyezgessen az ember se végbe, lébe, meg sehova, de ha nem ilyen, akkor lehet azért magunkon kísérletezni is. Igen? Milyen tisztítókúrához? Most csak időt nyertem egyébként, de... A gondoltam, hogy nem mosakodáshoz tetszik, de az is egy másik történet, és a hajmosás meg egy teljesen külön dolog, hogy ki mivel mossa meg a haját. Mindenféleképpen máj és eteműködés támogató gyógynövény. Most csak hatáscsoportot fogok mondani, megmondom miért. Mert nem az a lényeg, hogy fő tudok-e sorolni, vagy le tudják-e jegyzetelni a gyógynövény neveket, hanem az, hogy milyen hatású növényt, milyen másik hatásúval, mikor és kinek adnak. Az már csak egy plusz dolog, hogy mikor gyűjtött növényeket válogatunk össze. Tehát egy a lényeg, hogy tisztítókúrában a májat, mint mondottam, támogatni illik. A májból a salakanyagok egy része az epén keresztül ülnek, tehát ezért mondtam, hogy máj és epe működést javítókat. Jó, általános anyagcsere javítókat is érdemes belepakolni, itt akár ilyen nyírfalevél vagy éppenséggel pippangyökére gondolva, tehát általános anyagcsere növény, vizelethajtót, nem a legdurvábbat, nem a legerősebbet, mert akkor ugye kiszárad a szeme is az embernek, mire tisztult volna, tehát valami enyhe vizelethajtó. Érdemes légzés, tehát tüdőre ható teát is betenni, azért, mert a légutakkal is, professzor is említette a mozis dolgot, tehát a légutakon, ez azt jelenti, hogy a légutakon keresztül is ülnek ugye a salakanyagok, tehát ez az ötödik, és még egy, ha azért otthon tudok maradni, akkor egy izzasztó hatásút is bele lehet tenni, és akkor a bőrön keresztül is salakanyag kiválasztás is meg van támogatva. Egészségben. Nagyon.